Ma nagyon esős idő köszöntött ránk, ezért mindenki behúzódott a bevásárlóközpontokba. Én is itt állok a Terramacsi bevásárlóközpontban, a Galériák utcájában, ahol összeismerkedtem egy nagyon kedves és tehetséges művésznővel, Hiroko Nambával. Hirokóval beszélgettem egy kicsit, és elmondta nekem, hogy mindenki művész a családjában. Felnőtt lánya különleges kerámiákat készít, férje pedig festőművész. Ő maga iskoláskorú gyermekeket tanít rajzolni és más kreatív foglalatosságokra. Elmondta nekem, hogy képeit papírra festi, hagyományos, természetes alapú pigmentfestékekkel. A színei használatában ez a gazdag földszínek árnyalataiban érzékelhető. Néhány képénél füstlemezeket használt az alapozásnál, ettől váltak áttetszően finom, belső ragyogásúvá a képei. Lehellett finom, érzékeny képei, lírai vallomások az őt körülvevő világáról. A lótuszok formái elmesélik nekünk az élettörténetüket, a virágba borulástól a hanyatlásukig. A képein egyszerre érzékeljük az élet ciklikusságát, a születést, a kivirágzást és az elmúlás állapotait. Hiroko Namba művészetében felfedezhetjük a hagyományos japán festészet esztétikáját és filozófiáját, mint például a híres múltszázadi kiotói festőművész Takeuchi Seiho műveiben is. Ugyanezt érzékeltük. A Kyocera Múzeumban most látható a gyűjteményes kiállítása. Ha Budapesten lenne galériám, meghívnám a művésznőt, hogy az otthoni közönség és a kollégák is megismerhessék művészetét és munkásságát, és általa a mai japán alkotók gondolkozásmódját és törekvéseit.